A Gaspar Café szint a vendége, Pál Katona Orsolya. Szervusz! Sziasztok! Azért jöttél el a műsorba, mert egy kiállítást tervezel. Miről szól ez a kiállítás? Mi lesz a címe először is? És miről szól ez a kiállítás? Az lesz a kiállítás címe, hogy Fortitude, angolul, magyarul ez kitartás jelent. Igazából én angolul is nagyon jól beszélek, és vannak szavak, amik valahogy angol kifejezőbbek, de ez elsősorban magyar nyelvű kiállítás lesz majd, de a későbbiekben tervezek angol nyelvűt is. És portréikat tervezek, amik az emberekben lévő gyengeséget az egyik portré, és az erőt mutatja meg a másik portré, jelezve másoknak, hogy nincsenek egyedül azzal, akkor sem, amikor azt érzik, hogy egyedül van, hogy nincsenek egyedül, amikor rossz napjuk van, hogy tudják, hogy nagyon szörnyű helyzetekből is tovább lehet lépni. Sosem egyszerű az út, ezt garantálhatom, de mindenkiben ott van a kitartás, hogy tovább lépjen. Milyen karakterek jelnek meg ezeken a képeken, mert ezek akkor fényképek lesznek, ha jól sem. Igen, az egyik tényleg a gyengeségünket mutatja meg, akár a gyermeki oldalunkat, amit fájdalomért, amit bántalmazó környezetben volt. A másik kép pedig az erőt, a felnőttet, aki már tényleg tovább lépett ebből a tragédiából, amit átélt. Tehát akkor gyerekek, asszonyok, férfiak, akik lesznek a képek? Most az első kiállításon hölgyek jelentkezését még továbbra is várom. Van pár hölgy, aki már jelentkezett, a későbbi kiállításokban férfiakat is szeretnék lefotózni, mivel ez a probléma, ez az erőszakbántalmazás kérdés sajnos egyáltalán nem kizárólag csak nőket érint. A statisztikák szerint minden harmadik, negyedik emberrel nemre való tekintet nélkül megtörténik kisgyerekkortól kezdve egészen felnőtt korig, ami mondjuk lehet csak egy éjszakás, valaki rossz környéken sétált dolog, de kisgyermekkorban általában hosszú távú dologról beszélünk. Óvó néni, óvó bácsi, nevelő apa, akár vér szerinti apa követeli ilyesmiket. Akkor milyen karaktereket vársz most erre a jelentkezésre? Tehát színészek jöjjenek, kik jöjjenek? Igazából a hétköznapi emberektől kezdve a színészekig bárki jöhet. Olyanok is, akik még a gyógyulás elején járnak, hogy sokan vannak, akik nagyon sokáig, mint én, évekig nem jönnek rá, hogy mi történik, és valami végül mégis csak ráébreszti őket, hogy valami szörnyű dolog történt velük. Olyanokat is várok, akik még épp a felismerésnél járnak, és olyanokat is, akik már ott tartanak, hogy teljesen összeszedték magukat, és készen állnak akár arccal is példát mutatni másokkal. Ugyanis a terveim szerint nem a modellek eldönthetik, hogy az arcukat és nevüket is felvállalják, vagy csak az egyiket, vagy másikat, vagy egyiket sem, esetleg csak egy erőt adó történettel szólnának hozzá. Hogy minél többen felszólalnak emellett, ugye annál többen fogják látni, hogy tényleg nincsenek egyedül, és nagyon sokan vannak ilyen helyzetben. Honnan jön ez a téma? Miért pont ezt ragadtad meg? Igazából több okom is van rá. Amikor kisebb voltam, a szüleim 6 éves koromban váltak el. A vér szerinti apám is bántotta anyát, úgyhogy bizonyos szempontból ennek, mivel többször szemtanúja voltam, már érzékenyebb voltam ilyesmire, illetve később nekem 9 éves koromtól tartott 5 éven keresztül az, hogy a nevelő apám. Nem mondanám konkrétan bántalmazásnak, amit tett, hanem inkább a rosszabb formáját választottam, meggyőzött arról, hogy ez a helyes. És ez a legveszélyesebb a gyerekekre nézve, mert óvodáskorban is ugyanígy megtörténik, és a kisgyerek felnő, és nem érti, hogy hova lett a bántalmazó ember az életéből, és keresi, és még vissza is várja. És pont ezért olyan nehéz ebből a helyzetből felépülni, de lehetséges. Nyilván, amikor az ember felismeri, rengeteg szakember van, aki átsegíti őt ezen a folyamaton, hogyha erre készen áll, de lényegében egyedül kell eldönteni, hogy ő hajlandó ezt maga mögött hagyni. Meg felismerni ezt a dolgot. Neked ez hogy sikerült, hogy felismerted? Nehéz megmondani, hogy pontosan mi volt az, ami kiváltotta. Ugyanis én 20 éves koromban jöttem rá erre, hogy ez pontosan hogyan történt. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, hogy már 5-6 éve semmi nem történt velem, ami ezt indokolta volna. Valószínűleg, ahogy felnőttem, és hogy a környezetem változott, egy kapcsolatban is benne voltam, és egyszerűen ráébredtem, hogy ez a kapcsolatban, amik most megtörténnek, azok természetes, egy felnőtt férfi és nő között. Ennél fogva egy gyermek és egy felnőtt között nem lehetnek természetesek. Hiába lettem félrevezetve annak idején ezzel kapcsolatban. Hogyan sikerült túllépned ezeken a dolgokon? Tehát felismerted, ez valószínűleg benned az egy valószínűleg lelkitörést okozott. Hát igen, konkrétan úgy volt, hogy decemberben nekem volt egy agyrázkódásom.
télen elestem, és egyszerűen az emlékeim is úgy, konkrétan az esésre nem emlékszem, szóval pár hétig úgy küzdöttem azzal, hogy a mindennapokban tudjak emlékezni. Ezért otthon voltam, sokat pihentem, ott biztonságban is éreztem magam, mert az agyászkodásból felfájásom is volt, hogyha kimentem az utcára is hasonlók. És valahogy, ahogy otthon biztonságban éreztem, úgy mondanám, hogy ezek az emlékképek, minden, ami megtörtént velem, és az érzések így hirtelen lejátszódtak, mint hogy a filmekben mondják, hogy a halál előtti pillanatban lejátszódik az ember élete. Ugyanez, de csak arra az 5 évre vonatkozóan. És akkor így hirtelen úgy mondanám, hogy minden helyre kattant. Így éreztem, hogy amit én addig helyesnek gondoltam, az szörnyen helytelen volt. És bevallom őszintén, napokig, hetekig nagyon magam alatt volt, hiszen még kevésbé tudtam kimenni az utcára. Sőt, konkrétan 2 évig senki nem érhetett hozzám fizikailag, nem tudtam. Kézfogást ezt maximum elviseltem, de ott is elsápadtam így lelkileg belülről. De az, hogy valaki megöleljen, vagy bármi más, az felejtős volt. Teljesen mindegy volt, hogy nő vagy férfi. Egyszerűen az érintés ez visszadobott a traumába. De a sportnak köszönhetően, illetve édesanyám támogatásának köszönhetően, ez így visszavitt. Hozzáteszem, nekem eleinte terapeutával beszélni roppant nehezemre esett. Édesanyám úgy gondolta, hogy segít, és az ő megnyugtatásából részt vettem rá, de tulajdonképpen, hogyha az ember nem áll készen, hogy beszéljen róla, akkor tényleg nem áll készen. Eljött 2-3 évvel később az, hogy én készen éreztem magam, és akkor tényleg segített a terapeuta, de addig inkább csak kerülgettük egymást. Illetve a sportban én nagyon, tényleg nagyon mélyen belevetettem magam, és nagyon élveztem azt, hogy például a jazz baletten keresztül a testem irányítását úgymond visszavehettem magamhoz. Különböző izomcsoportokat úgy mozgattam meg, ahogy akartam, és bár nem vagyok hajlékony, de ezt nagyon élveztem, hogy éreztem, hogy erősödtem, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is erősebbé tett, hogy jobban éreztem, hogy én irányítom az életemet. Mit vársz ettől a kiállítástól? Mi lesz ennek a hatása? Vagy hogy gondolod, hogy hogyan fog ez működni, ha valakiben megy? Azt tervezem, igazából én 9-10 éves korom óta fotózok, és szintén nagyon fiatalon elkezdtem könyvet is olvasni, és pont ez időtájt olvastam az Erőleves a léleknek című könyvsorozatot, és már akkor elkezdett megfogalmazódni bennem, bár nem tudtam pontosan hogyan, hogy egyszer majd ilyen inspiráció szeretnék lenni másoknak, mint amilyen inspiráció volt ez a könyv számomra. És eltelt azóta nagyjából 15 év, és sokat fogalmazódott bennem a dolog. És most volt pár hónapja Benhalmi Norbert fotósnak az Ébredés című kiállítása, és valahogy ez volt a végső lökés, ahogy tényleg körformálódott bennem, hogy egy fotókiállítás, amúgy is fotós akartam lenni, egy fotókiállítás lesz az, ahogy, illetve egy egész sorozat, amivel én szeretnék erőt és inspirációt adni embereknek. Hogy tényleg nem, sokan vannak, akik egyedül érzik magukat, én is szörnyen egyedül éreztem magamat, amikor rájöttem, mi történt, de tudniuk kell, hogyha nem is képesek beszélni még róla, akkor sincsenek egyedül, és hogy van tovább út. Hogy kell elképzelni ezt a kiállítást? Ki lesznek téve a képek, és valaki végigmegy, és utána elhagyja ezt a helyiséget, vagy lesz lehetőség esetleg ott veled, vagy bárki mással, segítőkkel esetleg kapcsolatot, egy első kapcsolatot felépíteni? Velem mindenképpen lehet majd beszélni, még dolgozok azon, hogy szponzorok közül lehet pénzzel is támogatni ezt az egész kiállítást, illetve holnap találkozok az UNICEF egyik nagykövetével, aki az Európai Unión belül próbálja felölelni ezeket az ügyeket és segítséget nyújtani. Még próbálkozok azon is, hogy szakembereket is megnyerjek, és biztos vagyok, hogy sikerülni fog, pedig ez Magyarországon és több országban is nagyon elhallgatott téma, viszont nagyon szükség van a segítségre. A kiállításon még nem döntöttem el minden egyes részletet, és a modelleken is múlik, hogy ők személyesen ott lesznek-e. Mint mondtam, ugye lehet névvel, illetve név és arc nélkül is vállalni ezt. Nyilván, aki készen áll arra, hogy a személyével, a jelenlétével is megmutassa az erőt, hogy benne is ott van, és másokban is ott lehet, azokat szívesen látom. De hogyha valaki csak nézelődni jönne, az is nagyszerű lesz. Hogyha valaki ilyen környezetben van most, vagy éppen ebben az adásban döbben rá, hogy neki is voltak ilyen bántalmazott évei, mit tanácsolsz nekik, hogyan menjenek tovább, vagy kihez forduljanak, vagy hogyan kerüljenek ki ebből? Ez jó kérdés. Először is egy mély önvizsgálat szükséges. Biztos vagyok, hogy sokaknak van, akinek pont az isteni segítség fog utat mutatni, egy ima, vagy akár sokkal több ima. Én például, hogyha nehéz helyzetben vagyok, előfordul, hogy én nem Istenhez, az angyalok segítségét kérem, vagy felsőbb vezetők segítségét.
Illetve, hogyha valaki úgy érzi, hogy az segítene neki, hogy elmondja valakinek, akárkinek, legyen az egy névtelen segélyvonal, vagy egy barát, akkor mindenképpen érdemes megtenni, mert hogy a szívében belül úgy is érzi, hogy mi segít, hogyha egymagában átgondolja a dolgokat, vagy egy másik ember segítségére van szükség. Ha valaki jelentkezne Odának, akkor a szó teheti meg. A telefonszámomat is meg tudom adni, az 36 20 372 50 21, nyugodtan lehet ezen a számon is keresni. Sokszor dolgozom, de vissza szoktam hívni azt, akik keresnek, illetve az e-mail címem p.pál, k.katona, orsika@gmail.com, és a kiállítás honlapját is meg lehet nézni, a wix.com-on van fent, per fortitude, angolul a kitartás, by Orsolya. Itt magyarul is és angolul is megtalálhatók a kiállítással kapcsolatos az én inspirációim, a történetem, illetve pár korábbi képem, amik a kiállítás előtti szervezés előtti időben készültek. Van egy álmod arról a világról, ami esetleg olyan, amiben már rend van és minden rendben van? Igazából úgy mondanám, hogy mint például amit a mentorom, a Norbi szokott mondani, hogy nem feltétlenül kell nagyban álmodni. Érdemes, hogyha apró módokon tesszük boldoggá az embereket, akár csak egy-egy jó kép elkészítésével is, és a fogaskerekek dolgoznak, és ő elmondja másnak, hogy megoszta mással a boldogságát, és egyre többen és többen lesznek boldogabbak ezáltal. Ugyanígy szeretnék dolgozni a kiállítással, és nagyszerű, hogyha minél több emberhez eljut, de nyilván emberről emberre fog tovább jutni. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm a lehetőséget.